Na tehát a fajzat kiegyenlítő és a döngölt föld, ugye ez mint köztudott tehén trágyával van kikenve, és ez kerül rá, ugye ezt meg is jegyeztem, hogy amikor ez nedvességet kapott, eléggé szépen árasztotta magából a tehén trágya szagát. Ez a szag természetesen most, hogy már rákerült az fajzat kiegyenlítő, megszűnt. Annyit tudjatok, ha ez a kiegyenlítőt kentek erre a döngölt földre, ami ugye tehén trágyával van kikenve, vagy egyszerűen csak döngölt földről van szó, akkor nagyon vigyázzatok, amikor az ajzat kiegyenlítőt kiöntitek és elkezditek kenni, mert a felnedvesedett réteget felszakítja magával, és belekeveredve az ajzat kiegyenlítőbe bizony elég csúnya hibákat fog eredményezni. Tehát itt nem fordulhat az elő, amikor ugye húzzátok a jathasat, egy picit beletapad és felhúzza, felszakítja a réteget. Erre nagyon ügyeljetek. A másik dolog, ugye ez a tapadó híd, amit én fölkentem előtte, az bebizonyosodott, hogy ennél a tapasztott földnél, vagy döngölt földnél semmit nem ér az égvilágon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kihagyhatjátok. Ettől függetlenül úgy jött fölfelé a teteje a hátnedvesedett, hogy öröm volt nézni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nyugodtan kihagyható így utólag nézve. Röviden ennyit a tapasztalataimból. Azt gondolom, hogy emellett tökéletes megoldás, hogy a földet ne kelljen felcsákányozni, kihordani, tehát lusta emberként, bár lehet, hogy néhány kőműves fogja a fejét, amikor ezt az ajzat kiegyenlítőt látják a döngölt földön, én azt gondolom, hogy ez tökéletes megoldás, és szőnyeg fog rákerülni erre a felületre.